Jó napot kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ahogy a múltkor is, egy rendhagyó pénzügyi órát fogok nektek ma tartani, bevezetés a pénzügyekbe 2 a címe, és a mai témánk, megnézzük, hogy miről lesz szó, a költségvetés mind olyan, ezt fogjuk kivesézni. A költségvetés az egy érdekes fogalom, rátérünk majd konkrétan, hogy mi a definíciója a költségvetésnek, illetve hogy kinek vagy minek lehet vagy lehet költségvetése, az államnak, vagy vállalatnak, cégnek vagy háztartásnak, mind a háromnak külön-külön létezik költségvetése, mi ezeket fogjuk végignézni, hogy melyik hogyan néz ki, és egy gyakorlati példával fogjuk zárni a mai órát. Először is tehát, hogy mi maga a költségvetés, mi az a költségvetés? Más szóval azt is szoktuk mondani rá, hogy büdzsé, tehát hogyha azt a szót halljátok, hogy büdzsé, ne ijedjetek meg, ugyanazt jelenti, mint a költségvetés. A költségvetés maga egy jövőbeli időszakra vonatkozik, és tartalmazza a tervezett bevételeket, illetve a kiadásokat. A költségvetése, ahogy már korábban ugye mondtam, lehet egy államnak vagy egy országnak, így létezik Magyarországnak is költségvetése, ezt központi költségvetésnek hívjuk más néven, lehet egy vállalatnak költségvetése, vagy egy cégnek költségvetése, és háztartásoknak is jó, hogyha van költségvetése, hogy tudjunk tervezni a jövőre vonatkozóan. Kezdjük akkor tehát az állami költségvetéssel, külön szedtem a bevételeket, illetve a kiadásokat, külön dián fogjuk végig elemezni, hogy melyik hogyan néz ki. Az államnak többféle fajta bevételi típusai léteznek, a legfontosabbak és a legtöbb bevételt az adókból szedi be az állam. Ezek közül biztos többet ismertek, Magyarországon körülbelül 50-60 adónem létezik, adófajta létezik. A leghíresebbek vagy a legfontosabbak például az SZIA és az ÁFA. Az SZIA ugye a személyi jövedelemadó, az ÁFA pedig az általános forgalmi adó. Egyébként ez Európa szerte a legmagasabb Magyarországon. 27%-os ÁFA-t fizetünk minden megvásárolt termék után. További bevétel még a vámok, illetve az illetékek is, tehát hogyha mondjuk nem az Európai Unióból érkezik valamilyen termék Magyarországra, akkor azután vámot kell fizetni annak, aki behozza, és az illetékek is jó bevételi forrása az államnak. Ezen kívül a járulékok, illetve a hozzájárulások. Hogyha van egy cég vagy egy munkáltató, aki bért fizet az alkalmazottainak, akkor nem csak az alkalmazottainak kell fizetnie bért, hanem ezek után meg kell fizetnie különböző járulékokat és hozzájárulásokat is az állami költségvetésbe. Ilyen járulék például a nyugdíjjárulék vagy a szociális hozzájárulás, amik ugye azért kellenek, hogy az állam különböző halrendszerei megfelelően tudjanak működni, el legyenek látva bevétellel. Nagyon fontos tétel a bírságok tétele. Többféle fajta bírság létezik, ezek közül egyet hoznék példaként, ha mondjuk az autópályán 130-as megengedett sebességnél mi 150-160 km/h hajtunk, és pont jön szembe egy trafipax, akkor bizony minket meg fognak büntetni, meg fognak bírságolni, és az így beszedett összeg bírság címszóval az államkasszában landol. Régebben a rendszerváltás környékén, mai napon is működik, de a rendszerváltás környékén volt ez jellemző, a következő bevételi típus, ez a privatizáció. Ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonban lévő vállalatok, cégek, területek, bármi, ami az államhoz tartozik, azt értékesíti az állam, eladja magánszemélyeknek vagy cégeknek, tehát az állami vagyon magánkézbe kerül, és az ebből befolyó pénz vagy bevétel, ez is az államkasszában landol. 2018-as adatot hoztam nektek, körülbelül 19.873 milliárd forint a magyar állam bevétele, 2018-as adat tehát. Nagyjából most is ennyi, ezek picit ugye minden évben nőnek jó esetben, de nagyjából ilyen összeggel kell számolni, ez egy hatalmas szám. Ez azt jelenti, ahogy látjátok, a vesző után még 9 nullát kell odaírni, és így kapjuk meg ezt a hatalmas számot. Illetve hoztam egy ábrát még arról is, hogy hogyan néz ki a központi költségvetés bevételi szerkezete, ez egy 17-es ábra, de nagyjából a különbség az ma is így néz ki. Ahogy látható, tehát az ÁFA teljesen véletlenül egyébként 27%-os áfából az állami költségvetés 27%-a tevődik össze, ez egy érdekes szám. Majdnem ez a legnagyobb bevétel az államnak, ennél csak egy picit több a költségvetési szervek bevétele, ami 29%-ot tesz ki a költségvetésből. És amit az előbb is említettem, az SZIA-t, ugye 14% SZIA folyik be a teljes 100%-ból, tehát 14% SZIA. Egyébként Magyarországon az SZIA 15%-os, tehát az egykulcsos adórendszerben 15% SZIA-t fizetnek a munkáltatók, illetve a munkavállalók is személyi jövedelemadó címszóval. Ezek után térjünk át a kiadásokra. Mire kell költeni egy államnak? Milyen kiadásai léteznek az államnak, amiket mindenképpen ki kell, hogy fizessen? Első helyre tettem a szociális és egészségügyi ellátásokat. Ez ugye azt jelenti, hogy a szociális ellátások azok olyan rendszerek, amikor például valaki munkanélküli és munkanélküli segélyt kap, vagy családi támogatásban részesül, amikor gyereke születik,
vagy az idős állampolgároknak a nyugdíj kiadásai, vagy tehát a nyugdíjai, azok is ugye szociális kiadásnak minősülnek, hogyha valaki nyugdíjat kap. Az egészségügyi ellátás pedig ugye önmagáért beszél, kórházak, rendelők, egyebek fenntartása tartozik ebbe a témakörbe, tehát az egészségügyi ellátás finanszírozása is az állam feladata, és ez egy nagyon fontos tétel, főleg most így a koronavírus járvány idején, amikor ugye teljes, több mint 100%-on pörögnek a kórházak. Második helyre tettem a kultúra, oktatást, ezt külön is lehetne választani, én egy sorba tettem be, igazából hasonló a két dolog egymáshoz, de ez mindenképpen egy olyan fontos kiadási tétele az államnak, amiknek helyt kell állnia. Kultúra például a színházak, koncertek, egyebeknek a fesztiválok, olyanoknak a finanszírozása vagy támogatása, ami ugye a kultúra elősegítését szolgálja, a kultúra fogyasztást szolgálja. Az oktatás pedig szintén, ezt most a saját bőrötökön tapasztalhatjátok, hogy az oktatásban rengeteg pénzt kell önteni azáltal, hogy megfeleljünk a mai kor követelményeinek, és az oktatás színvonal fent tudjon maradni így otthoni home office, illetve otthoni oktatás keretein belül is. De itt ezen kívül beletartozik még ugye az oktatási intézmények fenntartása, stb. Tehát ez is egy nagyon-nagyon tág kör. Ezen kívül a honvédelem, ezt is egy sorba tettem. A honvédelem vagy honvédség ugye ez a katonaság, tehát a katonaság fenntartása, a rendvédelem pedig a rendőrség, a rendvédelmi szerveknek a fenntartása. Ide beletartozik egyébként a határőrség is, ugyebár jó pár évvel ezelőtt összevonták a rendőrséget a határőrséggel, úgyhogy ez már egy kalapba tartozik, és ugye ők is olyan állami szervek, amiket fent kell tartani. A központi költségvetés gazdálkodó szervek részére nyújtott támogatásai szintén fontos kiadási tételei az államnak. Ezen kívül még vannak nemzetközi kapcsolatokból eredő kiadások, itt csak egy-két dolgot említenék meg, például ugye, hogy az Európai Unió tagja vagyunk, ezáltal mi mindig fizetünk be a nagy közös Európai Uniós kasszába. Más kérdés, hogy szerencsére, mivel fejlődő országok vagyunk Európán belül, ezért többet kapunk még vissza az EU-tól, mint amennyit befizetünk, de ezeknek is eleget kell tenni, vagy akár említhetném például az ENSZ-t, ugye az ENSZ tagjai vagyunk, vagy a NATO, és ott szorosan összefügg ugye a honvédelem, illetve a nemzetközi kapcsolatok, hogy a NATO tagjai vagyunk, és ott is helyt kell állnunk. Utolsó helyre pedig az adósságszolgáltatót tettem. Biztos, hogy hallottatok már róla, hogy az államoknak mindig van, hát nem az, hogy mindig van, de a legtöbb államnak van államadóssága. Ezeket kamatostól mindig vissza kell fizetni, és minden évben erre el kell különíteni egy részt, hogy a kiadások között szerepeljen az adósságszolgálat is. Hoztam egy szintén 2018-as adatot arra vonatkozóan, hogy mekkora volt az állam kiadása, mekkorák voltak az állami kiadások ebben az évben. 21.318,1 milliárd forint. Ugye, hogyha az előző számot megnézzük, akkor ez több, tehát többet költ az állam, mint a bevétele, és ugye a hiánya majdnem másfél ezer milliárd forint volt 2018-ban. Ebből tökéletesen jól látszik, hogy az alsó sor az adósságszolgálat, amit meg kell fizetni, tehát ezt a hiányt valamiből pótolni kell. Erre teljesen jók az államadósságok, úgyhogy felveszünk hiteleket, akár az IMF-től, akár más külföldi országoktól, és ezeket fizetjük, hogy ez a hiány ez eltűnjön. Ide is szereztem egy olyan ábrát, ami gyakorlatilag megmutatja, hogy hogyan oszlik meg az állami kiadások, hogyan oszlanak meg az állami kiadások. 31,2% a TV és jóléti kiadások, tehát ez gyakorlatilag a társadalom biztosítása és a jóléti kiadások. Ugye a második helyen 20%-on van az általános gazdasági szolgáltatások, 20,4%-ot tesz ki a költségvetés kiadásaiból, és a gazdasági funkciók 14,8%-ot tesznek ki. Ez egy picit régebbi adat, ez 2014-es adat, itt is csak szemléltetésként azért hoztam, hogy az eloszlásokat, illetve az elosztást lássuk, és fontos kiemelni, hogy 10, illetve 10,3% az oktatásra, illetve az egészségügyre fordított összeg, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ez az összeg mind a két torta szeletnél magasabb lenne. Az állam után most térjünk át a vállalat vagy cég költségvetésére, itt is a bevételekkel fogunk kezdeni, aztán pedig jönnek majd a kiadások. Milyen bevételei lehetnek egy gazdálkodó cégnek? Vegyünk mondjuk egy cipőgyárat példaként, ahol mondjuk 10 munkatárs dolgozik azon, hogy cipőket var reggeltől estig, és ez tehát a cégnek a terméke, hogy cipőgyártással foglalkozik. Ezeket a cipőket, hogyha ők értékesíteni tudják valamilyen kiskereskedőnek, akkor az ebből befolyt összegek lesznek a cég bevételei. De említhetnénk más céget is, aki például szolgáltatásokat nyújt. Most maradjunk ennél a példánál, hogy terméket értékesít egy vállalat. Ezen kívül, ami bevétele származik még, az a támogatások vagy pályázatok, lehet bármilyen EU-s vagy magyar pályázatokat írni, és akkor befolyik olyan támogatási összeg, ami
amit a bevételi oldalon tud elkönyvelni és majd felhasználni a vállalat. A bevételi rész így kicsit egyszerűbben oszlik meg. A vállalatoknál a kiadási tételei viszont ennél sokkal összetettebbek. Lássuk is, hogy mennyi mindenre kell figyelni egy cégnél, hogy milyen kiadásokkal kell számolni. Első és legfontosabb, hogyha ugye dolgozik ott 10 munkavállaló, akik csak ugye varják a cipőket, nekik bizonyos bért kell kifizetni és egyéb juttatásokat, és ez kettő oldalon is jelentkezik a munkáltató részéről, hiszen egyrészt kifizeti a bért, illetve az egyéb juttatásokat a munkáltatónak, utána pedig adókat és járulékokat, illetve hozzájárulásokat fizet az állam felé is, tehát ez kettős kiadása a vállalkozásoknak. Tehát dolgozik ott mondjuk 10 varró nő, azon kívül ugye akkor még kell, hogy legyen mondjuk egy munkafelügyelő, kell, hogy legyen egy könyvelő, egy marketinges, egy reklámos, egy nem tudom, egy középvezető, illetve van még a cégvezető is, úgyhogy nem csak 10 ember bérét kell kitermelni, adott esetben 15-20 embernek a bérét is. Hogyha mondjuk ez a vállalat nem saját terület, vagy saját tulajdoni ingatlanban tevékenykedik, akkor vagy bérel egy ingatlant, vagy pedig hitelt törleszt ennek érdekében, úgyhogy ez is egy nagy kiadás a vállalatnak. Ezen kívül ugyanúgy, ahogy egy háztartásnál is majd meg fogjuk beszélni, rezsiköltségek szintén felmerülnek egy cég életében, ugyanúgy kell fizetni a villanyért, a vízért, a gázért és az egyéb rezsiköltségekért, úgyhogy ez is kiadási tétel. Lehetnek fejlesztési költségeik, lehet, hogy mondjuk átállnak gázfűtésről szolárpanelekre is, azoknak van egy költsége, vagy mondjuk szigetelik az épületet, vagy egyéb módon gépeket újítanak föl, ez mind-mind fejlesztési költsége a vállalkozásnak. Illetve készletezési költséggel is számolnia kell, hogyha mondjuk nem tudja egyből eladni azt a, tegyük fel, hogy naponta 100 darab cipőt, amit megvarnak, nem tudják egyből eladni, akkor mondjuk, ha 80-at értékesítenek aznap, akkor azt a maradék 20 cipőt azt el kell valahol tárolni, készletezni, ez szintén pénzbe kerül. Az adózásról már rejtettünk ugye szót a bérköltségek tekintetében, ezen kívül viszont még további adók sújtják a vállalkozásokat, például helyi iparizési adót kell fizetniük. Térjünk át most a mai nap legfontosabb témakörére, a háztartás költségvetésére, valószínűleg ez áll legközelebb hozzátok is, úgyhogy ezt fogjuk alaposabban kivesézni. Vázlatosan elmondom nektek, hogy hogy áll a bevételi, illetve a kiadási oldal, aztán pedig egy konkrét példán végig fogunk menni, hogy igazából hogy is épül fel egy konkrét családi költségvetés. Vegyünk egy tipikus példát. A tipikus példánk úgy néz ki, hogy van anya, apa és két gyerek, apuka mondjuk legyen János, anyuka Erika, a két gyermek pedig Péter és Júlia, apuka 45 éves, anyuka 42, a két gyerek pedig legyen Péter 12, Júlia pedig 10 évesek, és akkor így épül fel egy tipikus háztartás, két szülő, két gyerek felosztásban. A bevételi oldal itt is egyszerűbb, ugyanis gyakorlatilag a két szülő jövedelme. Igen, azt tételezzük fel, hogy a két szülő alkalmazottként dolgozik egy valamilyen vállalkozásnál vagy cégnél, és nem egyéni vállalkozók, hanem tehát alkalmazottként dolgoznak. Így lesz a legegyszerűbb a példánkon végigmenni. Tehát gyakorlatilag a két kereső szülőnek a jövedelme, illetve az államtól kapott egyéb támogatások teszik ki a bevételi oldalt. Ilyen lehet például a gyes vagy a gyed, itt most már ugye idősebbek a gyerekek, úgyhogy a családi pótlékkal fogunk tudni számolni ilyen tekintetben. A kiadások, ezek viszont sokkal hosszabbak, sokkal hosszabban felsorolhatók, úgyhogy vázlatosan végigmegyünk, aztán pedig kibontjuk őket mindegyiket a bővebben. Hogyha nem saját tulajdonú ingatlanban lakik a család, akkor vagy lakbért, vagy lakáshitelt kell törleszteniük a bank felé, a rezsiköltségek szintén felmerülnek, étkeztetés egy nagyon fontos költség, itt ugye az evés-ivás és egyéb dolgokat fogjuk belevenni. Aztán nagyon fontos ugye a közlekedés, hogy eljussunk A-ból B-be, munkába, iskolába, szórakozni, stb. Iskoláztatás, ha már ugye itt tartottunk, iskoláztatás nagyon fontos, és biztos, hogy sokan jártok ti is külön órákra, úgyhogy azoknak a költségeit is már ki fogjuk vesézni. Ruházkodás és egyéb szolgáltatások használata, szórakozás, hogy ne csak dolgozzunk, hanem szórakozzunk is egy kicsikét, illetve jó esetben a család évente egyszer legalább eljut nyaralni, és a legvégére tettem a megtakarítási részt, hogyha ezek után marad valami, akkor a család azért takarítson is meg egy kis pénzt. A bevételi oldal ugyebár úgy néz ki, hogy János az apuka és Erika az anyuka dolgoznak, ezért ők fizetést kapnak. Tehát itt van a két szülőnek a bevétele, János és Erika, János 300 000 forintot kereső, mondjuk egy középvezető egy helyi cégnél, helyi vállalkozásnál, Erika pedig marketing vezető egy másik cégnél szintén. Ezen kívül ugye beszéltük, hogy a gyerekek viszonylag nagyok, tehát a gyes és a gyed nem játszik, viszont
családi pótlékot, 20 ezer forintot kap a család. Összesen tehát 560 ezer forintból gazdálkodik a család egy hónapban. És akkor lássuk, hogy hogyan alakulnak ezzel szemben a család kiadásai. Ez lesz ugyebár a hosszabb lista. Első helyen a lakbér áll, tehát a családnak nincsen saját ingatlanja, hitelt nem szerettek volna fölvenni, úgyhogy bérelnek egy lakást, ez nekik havonta 140 ezer forintba kerül. A rezsiköltség nagyon fontos tétel. Ide ugyebár beletartozik a víz, a gáz, a villany, a TV, internet, nagyon fontos ugyebár, mobil szolgáltatási költségek és egyebek, mindezért összesen 32 ezer forintot fizetnek rezsiköltségként. Étkeztetés, következő tételünk. Ebbe beletartoznak ugye a bevásárlások, a nagy bevásárlások, illetve a kisebb bevásárlások, illetve az is, hogyha vendéglőbe megy a család mondjuk étkezni. Erre egy ilyen általány számot dolgoztam én ki, ez a 80 ezer forint, ebben mondjuk minden benne van, és vegyük úgy, hogy ennyiből tud étkezni a család egy hónapban. A következő tételünk a közlekedés, szintén nagyon fontos, hiszen el kell jutni munkába, iskolába, ide-oda, úgyhogy a család egy autóval rendelkezik, én azzal számoltam, anya és a gyerekek busszal járnak iskolába, illetve dolgozni, apuka pedig autóval jár. Az azt jelenti, hogy ugye a buszbérleteket kell megvenni, ez 30 ezer forint, az autó fenntartási költségei, pedig tankolással és egyéb költségekkel együtt mondjuk havonta 40 ezer forintot emésztenek föl a családi költségvetésből, úgyhogy ez mindösszesen 70 ezer forintjába kerül a családnak. Közlekedési tételek után jönnek az iskoláztatás és a különórák költségei. Itt a gyerekek ugyebár azon kívül, hogy különórákra járnak, még szeretnek mondjuk lovagolni járni, vagy focizni, vagy kungfúzni, karatézni, egyebek, úgyhogy ez is rengeteg plusz terhet ró a családra. Mindösszesen 40 ezer forintot számolunk erre a családi költségvetésből, tehát ennyibe kerülnek az iskoláztatás, illetve a különórák költségei. A következő tételünk a ruházkodás. Ez egy kicsit nehezebben megfogható fogalom, ugye általában nem vesz mindenki minden héten két nadrágot, meg három pólót magának, úgyhogy itt is egy ilyen általány számítással dolgozunk, és azt képzeljük el, hogy mondjuk egyik hónapban anyuka vesz magának két felsőt, meg egy cipőt, a következő hónapban apuka két nadrágot, meg egy pólót, a következő hónapban a gyerekek vesznek maguknak cipőt, meg inget, meg sapkát, meg kabátot, úgyhogy itt egy általány számolva 35 ezer forintra jön ki nagyjából a havi ruházkodási költség. A ruházkodási tételek után a következő az egyéb szolgáltatások, illetve szolgáltatások igénybevétele. Itt csak néhányat emelnék ki, például ugye mindenki jár fodrászhoz, a hölgyek járnak kozmetikába, körmöshöz, illetve hogyha már van egy autó a családban, akkor ugye az autómosás, autótisztítás is egy nagy tétel lehet, stb. Ezt így összefoglalva összességében 27 ezer forintra jött ki a kalkuláció, tehát nagyjából annyit költ egy család egyéb szolgáltatásokra. Ez természetesen fölfelé és lefelé is mozoghat, én most a számítások kedvéért ezt a számot hoztam ki. És akkor jön egy nagyon fontos tétel, a szórakozás. Ugyebár a nóta is úgy tartja, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, eljutottunk a szórakozási faktorhoz. Nagyon fontos, gondolom ti szerettek moziba járni, szüleitek szoktak járni színházba, koncertre, és bulizni is eljár néha-néha a család, vagy bárki, akinek kedve tartja hozzá. A család mozi költsége az körülbelül mondjuk 10 ezer forint, hogyha mondjuk havonta egyszer eljártok moziba, anya-apa elmegy egy színházi előadásra, az 8 ezer forint, a buli költségvetését pedig úgy lőttem be, hogy nagyjából 15 ezer forint, hogyha mondjuk hetente, két hetente eljárnak a városba is, szórakoznak a barátaikkal, ez pedig mindösszesen 33 ezer forintot tesz ki, ez tehát a szórakozás költségvetése a nagy költségvetésen belül.
Nagyon fontos tétel, hogy a gyerekek, mivel már 10 és 12 évesek, ezért, hogy mondjam, igényt tartanak zseppénzre is, és ezt a szülők nagyon szívesen állják nekik. Nem tudom, ti kaptok-e zseppénzt, ha nem, akkor jelentkezzetek a szüleiteknél. Zseppénzt úgy kalkuláltam ki, hogy 2x 10.000 forint a két gyereknek igazságosan, ennyit biztosítanak a szülők zseppénz címszóval a két kölöknek. A nyaralás legtöbb család életében eljön valamikor az éven belül. Hogy erre hogyan tesznek félre a családok, ez mindenkinek az egyéne válogatja. Én most úgy kalkuláltam, hogy mondjuk egy 4 fős család, hogyha nyaralni megy egy hétre mondjuk egy szállodába, akkor az gyakorlatilag egy ilyen 5-600 000 forintba biztos, hogy belekerül nekik. Tehát számoljunk úgy, hogy mondjuk 50 000 forintot tesznek félre minden hónapban a nyaralást fedezendő. Nagyjából végértünk itt a költségvetésen. Alulra már nem fog kiférni, úgyhogy én ide fogok egy összesítést hozni. Ha jól számoltam, akkor ez mindösszesen 527 000 forint. Ez tehát az összes kiadása a családnak, hogyha ezt hozzáveszünk azt is, hogy ugye 560 000 forintból gazdálkodik a család, akkor örülhetünk, hiszen 33 000 forint jut megtakarításra. Ez jó vagy rossz? Nyilván attól függ. Az olyan szempontból biztosan jó, hogy legalább maradt valami a hó végén, viszont nem biztos, hogy ez az összeg elegendő lesz a későbbi nem várt kiadások fedezésére. A végére hoztam nektek két fontos dolgot. Az egyik, ugye mindenki használ okostelefonokat, azon rengeteg applikációt tudtok letölteni. Hoztam két olyan applikációt, amit érdemes használni olyan szempontból, hogy a költségvetésünket, a kiadásainkat, bevételeinket viszonylag kordában tudjuk tartani. Az egyik a Coin nevű alkalmazás, a másik pedig a Wise nevű alkalmazás. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ha még nem, akkor nézzétek meg. Nagyon jól lehet követni a költéseket, kiadásokat, bevételeket, rezsiket, egyebeket, számlákat, úgyhogy ez mind a kettő nagyon jó alkalmazás ezeknek a követésére. A legvégére pedig egy jó tanácsot szeretnék veletek megosztani. 20-20 legyen az az év, amikor elkezdtek egy kicsit takarékoskodni, és az öreg Warren Buffett, a világ egyik leggazdagabb emberétől loptam ezt a jó tanácsot. Az pedig így hangzik, nagyon egyszerű egyébként, egyszerű mondani, megvalósítani egy kicsikét nehezebb. Nagyon fontos teendő, hogy mindig az adott hónap elején, még a kiadások előtt döntsünk arról, hogy mekkora megtakarítandó összeget szeretnénk mi félretenni. És ezt az összeget egyből különítsük is el, vagy fizikailag, vagy egy másik számlára helyezzük át, vagy valahogy tegyük félre onnan, ahonnan a mindennapi kiadásainkat fedezzük. És a legfontosabb, hogy tegyünk úgy, mintha az összeg nem is létezne. Jó? Tehát ez nincs, nem is volt, félretettük, valahol van, de aztán felejtsük el, és ne gondoljunk rá többet. És a fennmaradó pénzösszegből gazdálkodjunk a hónap során, és akkor nem fog olyan előfordulni velünk, mint az előző családnál, akiknél szerencsére pont kijött egy kis megtakarítás, de ha mondjuk szórakozásra többet költöttek volna, vagy egyéb szolgáltatásokra, akkor lehet, hogy nem lett volna elegendő az összes bevétel. És ami a legfontosabb dolog, hogy ezt ne csak egyszer csináljuk meg, vagy kétszer, hanem ezt havonta ismételjük, és lehetőleg mindig minimum ugyanazzal az összeggel, amit az elején belőttünk. Jó? Tehát havonta ismételjünk, és ugyanazzal az összeggel legalább, mint amit kitaláltunk a legelején. És akkor az előbb mutatott kis megtakarításból szépen majd ilyen sok lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet!